Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Nos, mi van vele? Ez a kérdés, és ez a szerelmi jóslás megadja rá a választ. Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy hozzád szól. Hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy most éppen ezt a videót megtekinted. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt, mi van most vele. Ennek a díja 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük, hogy mit mutatnak a kártyák, mi van vele. Itt látható ez a torony. Ez azt jelenti, hogy ő jelenleg még fogva érzi magát ebben a toronyban. De keres egy kiútat, hiszen ez olyan, mint egy labirintus, ő nem érzi ebben a helyzetben jól magát. Ez a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet, ez most véget ér. És akkor ő megjelenik itt, mint ez a király, és uralkodik a levegő eleme felett. Ez jelenti a szabadság érzetét, tehát felszabadul a toronyból, lezár bizonyos dolgokat, megvan a könnyűség, és amit a levegő eleme még jelent, ez a kommunikáció, vagy jelenthet fontos döntéseket is. Te ott vagy a közelében, sőt, te is megjelensz, mint egy királynő, és te is uralkodsz a levegő eleme felett, tehát itt segítetek egymásnak. Azt is jelenthetik a kártyánk, hogy hasonlóak vagytok, hasonló ötleteitek vannak, ami természetesen megvalósítható. És itt látható még, hogy valami még úgy szorítja őt. Benn van egy szűkös helyzetben. De miután kettőtök között meg lesz a beszélgetés, és te adsz neki jó tanácsot, és ő elfogadja ezt, kilép ebből a helyzetből, sőt, itt is látható a felszabadulás érzete. Ezt így közösen fogjátok megoldani. És itt látható az ünnepség, a vidámság, ez lehet egy meghívás, ahol részt vesztek, de azt is jelentheti ez a kép, hogy összetartoztok, összefogtok, vannak jó ötletek, elképzelések, kiléptek a szűkös helyzetből, és lesz itt egy új irány, például egy kreatív tevékenység. De ő még hibázik. Hiszen itt látható, hogy fogva tart valamit, amikor úgy érzi, ez fontos számára, ez jelenti a biztonság érzetét, de nem tud mozogni, és el kellene engednie valamit. Itt ezen a képen megjelenik ez az érem, az jelentheti az anyagiakat, a munkahelyét, hogy nem érzi ugyan jól magát a munkahelyén, de nem mer változtatni. Így erővel fogva tart még valamit, hiszen úgy gondolja, ez értékes számomra, de nem így van. Hiszen ezáltal nehezíti a dolgokat, nem tud előre menni, nem tud mozogni. És ha te egy hölgy vagy, megjelensz itt, mint egy királynő. És mint királynő uralkodsz az anyagiak felett, a munka felett, a hivatás felett, és a föld eleme felett is. És a föld eleme jelenti a reális dolgokat, a biztonság érzetét. Tehát megvan nálad ez a jó fellépés, ez az erő, tudsz neki segíteni, jó tanácsot adni, és itt tényleg az érmékről van szó, a munkájáról, a hivatásáról, és ő nem érzi jól magát a munkahelyen, de nem mer változtatni. Te majd mondani fogod, jobb lenne, ha változtatnál ezen. És itt látható egy ajánlat, itt látható a mozgás, és lesznek munkahelyi változások.
Először még kicsit nehéz, hiszen sok mindent kell még cipelnie. Ez lehet, hogy sok a dolga jelenleg, vagy nem érzi ott jól magát, minden olyan nehéznek tűnik, de itt látható a változás a te segítségeddel együtt, és ő itt már majd megjelenik, mint egy király, és uralkodik az érmék felett, ezek jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, a párkapcsolatban, a stabil párkapcsolatot, és itt is összetartoztok. Te vagy a királynő, ő a király, te vagy itt a királynő, ő a király, megjelenik a levegő eleme, a föld eleme, az ötletek, az elképzelések, és ennek a megvalósítása. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!